Megépült a bujtosi uszoda legmagasabb pontja, így Bokréta avató keretein belül mutatták be a sajtónak a beruházás jelenlegi állapotát. Az építkezés a terv szerint halad, várhatóan szeptember végén át is adják. A sportlétesítmény egyszerre szolgálja az élsportot, a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is. A bujtosi úszoda egy közel 30 éves terve a városnak, Kovács Ferenc polgármester kiemelte, ami eddig csak ígéret volt, most megvalósul a megyeszékhelyen. Elődeink, a szocialista vezetés évtizedekig ígérgetett, és semmi nem történt meg. Ennek a egyik régen várt projektje volt a jégpálya, amit tavaly átadtunk, és nagyon népszerű, jól működik. A másik ez az úszoda, ezt is 30 évig ígérgették, és most már látszik, hogy ez nagyon jó úton van, szeptember végére tervezzük a nyitást. És ez nem csak azért fontos, mert ugye régi ígérgetések után valósul meg, hanem erre nagyon nagy szükség van. Láthattuk a jégpályánál is, több mint 35 ezres látogató volt az őszi-téli szezonban, és én azt remélem, hogy ez is így fog járni az úszoda. Nyíregyháza egy sportos város. A sport infrastruktúra fejlesztésére nagy hangsúlyt helyeztek az elmúlt években, tette hozzá Kovács Ferenc. A kerékpárút hálózat hamarosan 71 kilométer hosszú lesz, de népszerű a 19 kondipark is a városban, és az ovi sportpályák is. A most épülő uszodában kialakítanak egy 220 cm mély és 50 méter hosszú 10 pályás nagymedencét, mellette pedig egy 25 méteres, 70 cm mély tanmedencét is, illetve versenybírói szoba, öltözők és egy közel 300 fős lelátót is építenek. Ezek a paraméterek lehetővé teszik, hogy nemzetközi versenyek helyszínéül is szolgáljon majd a bujtosi úszoda. A legfontosabb célunk, hogy mindenki sportoljon, és ezen belül, hogyha uszodai létesítményről van szó, akkor mindenki tanuljon megúszni. Ehhez viszont olyan feltételeket kell megteremteni, amely tényleg a családok aktivitását fogja hozni, hiszen nagyon kell ebben a világunkban, ami egy nagyon gyors, nagyon rohanó világunk, rengeteg fejlesztésen megyünk túl, akár életmódbeli változásokon is, hogy a gyermekeknek megteremtsük azt a lehetőséget, hogy a legjobb feltételeket tudjuk biztosítani, egy biztonságos, szép környezetet, és megteremtsük azt, hogy a digitális világon túl van más is, és a mozgást az pedig mindennapos részeként kell egy gyermeknek beültetni a kis életébe. A vízilabda sportágnak és az úszó sportnak jelenleg nincs olyan létesítménye, ami biztosítaná a tökéletes felkészülést, de ennek ellenére sem állnak rosszul egyik sportágban sem a nyíregyháziak. A Nyíregyházi Sportcentrum úszószakága és az Aquasport Egyesület vízilabdásai a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vízterületein tudnak edzeni. Jelenleg 100-150 igazolt versenyző van, de bíznak benne, hogy az új sportlétesítmény a toborzást is segíti majd a jövőben. Az Aqua utánpótlás csapatai nagyon szépen szerepelnek évről évre. Egyelőre a sikereket utánpótlás korosztályba érjük el, de természetesen OB2-es csapattal is rendelkezik az Egyesület, és az úszó palántáink is évről évre egyre feljebb emelkednek a ranglistákon. Az új nyíregyházi sportlétesítmény alapterülete a 4300 négyzetmétert is meghaladja. A 2,5 milliárd forintos beruházás összegének 70%-át TAO forrás biztosítja, a fennmaradó 30%-ot a kormány finanszírozza. A bujtosi úszoda az átadás után önkormányzati tulajdonba kerül.